Csütörtök délelőtt adták át az új közösségi házat Lajos Mizsén. A cédula házként ismert épületet a Széchenyi 20-20 programnak köszönhetően újították fel. Az egyik alapfeltétele a pályázatnak az volt, hogy legyen olyan önkormányzati ingatlan, amelyben annak a felújítása szükséges, hogy ez a baraklakásnak a felújítása ez jelen pillanatban folyamatban van. A másik az úgynevezett régi cédula ház, amelyet innentől kezdve igyekszünk majd közösségi háznak hívni, amelynek a felújítása megtörténhetett ebből a projektből. A lajosmizsei önkormányzat elsődleges célja az volt, hogy lehetővé tegye a leszakadó városrész rehabilitációját. A közösségi ház a lajosmizsei és a környékbeli lakosok kulturális igényeinek kiszolgálását szolgálja, hiszen egy másik pályázatnak köszönhetően különböző programokat valósíthatnak meg a lakosok az új létesítményben. A közösségi ház környezete is megújult. Itt a közelben van egy utcának a kiteresedése, abból csináltunk egy parkot, ami most már azért a környezetnek a szebbé tételét eredményezi, valamint itt a környéken jó néhány utcának, hát ha az aszfaltozását nem is tudtuk megoldani ebből a forrásból, de a murvával való leszórását és egy útstabilizálást azt meg tudtunk volna. A pályázati pénzből egy roma helytörténeti kiállítás is megvalósult, ami bemutatja a helyi roma közösség múltját. Ez pedig segíti a kisebbség identitásának megőrzését. A megnyitó ünnepségen a Roma Nemzetiségi Önkormányzat díjakat osztott ki azoknak, akik a legtöbbet tették a közösségért.